Szeptember 14 és 17-e közötti már második alkalommal kerül megrendezésre a gyimesi Borospatakán a Taste of Transylvania elnevezésű gasztrofesztivál, melynek célja Erdély ízeinek újrafelfedezése és egy mesebeli hely elhelyezése a nemzetközi gasztronómia térképére. Mai vendégeim a témában Kozma Mónika társszervező, a Proekonomika Alapítvány elnöke, és Truca Adorján főszervező, a székelyudvarhelyi Páva étterem tulajdonosa. Szeretettel köszöntöm a műsorban. Szia, köszönjük szépen a meghívást. Jó estét, köszönjük, hogy itt lehetünk. Finom ízek, illatok és csodálatos, ellenállhatatlan látvány fogja fogadni szerintem az odalátogatókat. Ti hogy élitek meg, ugye második alkalommal kerül megszervezésre? Milyen volt a tavalyi tapasztalata? Hát, hogyha az alapítvány szemszögéből mesélhetek, akkor nyilván már eleve az ötlet, amivel megkeresett Adorján bennünket, hogy szervezzünk egy ilyen magas minőségű gasztronómiát bemutató fesztivált tavaly, az már eleve egyedi volt, és a várakozáson felül sikerült az első, és én azt gondolom, hiszen az odalátogatók nagyon pozitív visszajelzéseket adtak, illetve ami még nagyon fontos a mi szemszögünkből, hogy pontosan azt az értéket képviseli, amit az alapítvány ugye gyakorlatilag évek óta hirdet, hogy próbáljuk meg a helyi alapanyagokat úgy prezentálni, hogy az nemzetközi színvonalon is megállja a helyét, tehát helyezzük vissza akár a gasztronómia által Erdélyt a nemzetközi turisztikai térképre. És ugye elengedhetetlen az is, hogy milyen gyönyörű helyszínt választottatok. Ennek tekintetében miért épp a Borospataki skanzen? Hát annál autentikusabb helyszínt egy ilyen dolognak én nem tudtam elképzelni, mint a Borospataki skanzen, mert ott megtalálható mindaz, az a millió, ahonnan kiindult belőlünk ez az ötlet tulajdonképpen, mert mi a nagyszüleink vagy a szüleinknek a gasztronómiáját, vagy ahogy otthon főztek régebb, és amiből ahogyan főztek, ahhoz szeretnénk egy olyan hangulatot is adni, és ezt egy 21. századi kihívásokkal teli millióba áthelyezni, és ennek az összefonódása adja tulajdonképpen a mi fesztiválunknak az ízét, savát, borsát, és ehhez elengedhetetlen egy ilyen autentikus helyszín. Sokféle impulzus fogja érni tényleg az odalátogatókat, mert mind ezek, tehát gyönyörű hely, nagyon jó ételek, mind, és az receptet átfűszereznétek egy picit, a tavalyi receptet mondjuk, ami bevált, mint ahogy elmondta te is, Mónika, miben változtatnátok esetleg, vagy mi az, amit megtartotok mindenképp? Hát amit megtartunk mindenképp, az azok a látványfőzések, ami révén azokat a meghívottakat hozzuk pozícióval tulajdonképpen, akik a tavaly is ott voltak, és az idén is elfogadták a meghívásunkat, és az ő szemléletüket egy előadás révén megismerhetik az odalátogatók. Ezek azok a workshopok, azok a látványfőzések, amiket nagyon fontosnak tartunk, mert ez egy tudatosító és akár nevelő folyamatnak nevezhető dolog, hogy helyi alapanyagokat felhasználva, mert ugye van egy tiltó listánk, semmi olyan alapanyagot nem engedünk be a fesztiválra, sem a látványfőzések alkalmával, sem a kiállítóknak, ami tájidegen. Itt a bejáratnál nem a dezodort kellett tenni, hanem az olyat, ami tájidegen fűszer lenne. Az avokádot és a banánt, igen. Az avokádot, a banánt, vagy például a sokak által kedvelt lazacot, vagy ezeket az alapanyagokat. Nem azt mondom, hogy ezek nem jók, ezek az alapanyagok, de mi másra szeretnénk most a fókuszt helyezni. Úgyhogy ezt nem szeretnénk a tavalyiból kihagyni egyáltalán. És ami még plusz fűszer, hogyha megengeditek, az nyilván az, hogy idén egy picit több szakmai tartalom lesz, beszélgetések, színpad, ami nem volt tavaly, tehát olyan kulturális elemeket építettünk be, vagy az esti táncház, ami közkívánatra született igazából a tavalyi visszajelzések alapján. Hát itt a buli sem marad el akkor. A buli sem marad el, ez így van. És akkor a célcsoport az lehet olyan, akik tényleg nagyon szeretnek főzni, az is lehet, hogy valaki úgy megy be, hogy nem szeret főzni, és majd úgy megy haza, hogy közelebb kerül, tehát mindenképp. Is, igen. Vagy aki szakásnak készül, esetleg magasabb szinten szeretné ezt, tehát hogy itt tényleg egy csomó célközönség lehet, többféle.
A csütörtöki szakmai nap célozza igazából azokat a vendéglátóegység vezetőket, tulajdonosokat, szakácsokat, séfeket, akik tényleg szakmai szemmel kívánják megnézni a másik munkáját, vagy a használt alapanyagokat. Így van, ez a 14-ei nap. És minden egyéb péntek, szombat, vasárnapi program az pedig úgy lett felépítve, hogy pont ugyanolyan élvezhető lesz családdal, tehát kisgyerekkel, hiszen itt olyan sok programelem van, ami a gyerekekről szól, vagy akár ha a nagymama jön és rá fog jönni, hogy az ő eredeti receptjét használja egy séf, csak kicsit más fűszerekkel. Szóval én azt gondolom, hogy tényleg 0-99-ig bárkit szívesen várunk, akár laikus, akár szakmai látogató. Az ételek szintjén tehát akkor a hagyományos ízvilág keveredik egy picit újszerű megközelítéssel, ha jól értelmezem. Részben egyetértek ezzel a mondattal, részben kinyugodtan. Tehát vannak ugye olyan kiállítók, akik külföldről érkeznek, és vannak erdélyi vagy romániai kiállítók. Ott mindenki a saját meglátása szerint álmodott meg különböző ételeket. Van több mint 40 előadás, ahol az adott séf vagy adott gasztronómus, ahogy látja a világot, ott ezekből az alapanyagokból, tehát lehet, hogy van olyan, aki mondjuk egy izraeli ihletettségű receptet fog főzni, de az is helyi alapanyagból készül, és itt még egy nagyon érdekes programpontra hívnám fel a figyelmet, hogy lesz egy olyan örömfőzdénk, ahol 50 séfet fogunk megdolgoztatni 4 turnusban, és ez lesz Európa első 100-kezes főzése, ahol szintén helyi alapanyagból Michelin csillagos séfek és akár gyimesi nénik együtt dolgoznak, és ebből lesz egy produktum, amit az odalátogatóknak, aki sorban áll és van türelme, az meg is tudja kóstolni ezeket. Honnan érkeznek a séfek? Tehát a világ több tájáról akkor? A világ több tájáról, hát itt több mint 50-70 séf, ahogy sikerült összeszámolni a kollégákkal, aki elfogadta a meghívásunkat, ezeknek különböző időt fogunk hagyni, hogy megmutassák magukat. És akkor beszéljünk arról, hogy mi a feltétele a részvételnek, illetve mi van benne ugye a jegyárba? A részvétel az nagyon egyszerű, mert a tasteoftransylvania.eu oldalon vannak minden információ, ami a regisztrációval kapcsolatos, lehet még online jegyeket vásárolni, de hogyha valaki azt elmulasztotta, a helyszínen is tud vásárolni, reméljük, hogy nem lesz olyan, hogy megtelik, tehát mindig annak van elsőbsége, aki online vásárolta meg a jegyet. Nagyon sok ingyenes programmal fogjuk várni az odalátogatókat, az előbb említett kóstolóktól elkezdve különböző gyerekfoglalkozásokig, kulturális programokig, koncertek lesznek, táncházak lesznek, Berec András és a fia fog fellépni, a gyerekfilharmónia fog szombat délután több mint 130-140 gyerekkel föllépni. Románia legnagyobb drónsója. Románia legnagyobb drónsóját készülünk péntek és szombaton előadni egy nagyon komoly magyarországi partnerre, hogy ezek a szűk programok így. Gazdag lesz a programkínálat, és gazdag lesz az ételfelhozatal is, de nem az a lényeg, hogy valaki megtömje magát, hanem tényleg itt minél több ízet ki kell próbálni, ízvilágot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és sikeres rendezvényt kívánok nektek, és a sokadik alkalommal is találkozzunk, azt kívánom. Köszönjük szépen.